Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy kezdőknek, nagyon-nagyon kezdőknek, áttérőknek, Windowsról áttérőknek szóló videó lesz. A téma pedig, hogy neki milyen disztribúció, melyik Linux lenne megfelelő. Egyszerű nyelven próbálom elmondani és kikerülni azt a két hibát, amit a legtöbb ilyen videó megtesz. Azaz, nagyon műszakian, nagyon belemegy abba, hogy az adott disztribúció mit tud. Gyakorlatilag egy kezdőt nem fogja érdekelni az, hogy például systemd-t használ az adott disztribúció, milyen csomagkezelőt használ, neki ez igazából idegen. Gyakorlatilag neki egy olyan ajánlás kellene, ami hát eldönti helyette, hogy így mondjam, hogy bizony neki ez jó lesz, és örüljön neki, hogy felmegy, gyorsan és hatékonyan fel tudja tenni, majd azután használni. Őt nem érdekli az, hogy milyen init rendszert fog az használni, vagy éppen a Chrome megfelelő verziója közül melyik van fent, igaz? Ő neki egy a lényeg, működjön, és ne legyen macera a fölrakosgatni. Tehát én el fogom kerülni a műszaki dolgokat, a hátteret, az, ami igazából egy haladónak már nagyon izgalmas, kezdőnek meg nagyon unalmas. A másik ág, amit igazából el szoktam kerülni, az a hiba, hogy bizony ezen az ágon, ezen az elgondolásságon ráhagyunk mindent a kezdőre. A kezdő nem fog tudni ilyen szavakkal mit kezdeni. Azt tedd föl, ami neked tetszik. Szegény honnan tudja, hogy neki mi tetszik? Hát még életében nem látott Linuxot, igaz? Hiába mondjuk el, hogy azt válaszd, ami neked igazából megfelel, mert nem tudja, hogy milyen választék van. Azaz, ezeket a válaszokat, ezeket a gondolatokat én hanyagolom. A legtöbb ilyen videó egyetlen egy hibából indul ki. Nem mer ajánlani disztribúciót. Miért? Nem tudom, hogy miért, hiszen gyakorlatilag mindenkinek van egy kedvenc disztribúciója, és azt jó szívvel meri ajánlgatni, és ilyen kezdőknek szóló videóban nem merik sokszor kimondani, hogy bizony, véleményem szerint neked ez, vagy esetleg még egy ajánlás lenne neked igazából jó. Miért? Nem tudom. Én bevallom őszintén, igen, én megteszem azt, hogy kettő darab olyan disztribúciót ajánlok, amivel nagyon mellé nem tudsz fogni. Erre figyelj, hogy nagyon mellé nem tudsz fogni. Ha neked van egy haladó elgondolásod, neked van egy extrém igényed, akkor nyilvánvalóan nem az lesz számodra megfelelő, amit én ajánlok, hiszen előfordulhat, hogy egy általános, igazából kezdőbarát disztribúció nem felel meg neked, de a legtöbb embernek meg fog felelni. Ha kezdő vagy, ezt kihangsúlyozom, illetve nem igazán érdekel a Linux működése, mert csak ki akarod próbálni, de egy jól összerakott konyhakész, azaz telepítem, és azonnal minden működik jó eséllyel, olyan modern disztribúció kell neked, akkor egyetlen egy jó választást szoktam ajánlani mindenkinek, bár én nem ezt használom, de teljes mértékben elismerem, hogy a világ egyik legjobb kezdőbarát, professzionális szintre is felfejleszthető disztribúciója a Linux Mint. Sokan vitatni fogják, hogy persze az Ubuntu, meg a Fedora, meg egyéb, ez mindenkinek az egyéni elgondolása, az én egyéni szubjektív véleményem, ha valaki nagyon kezdő, akkor a Linux Mintet érdemes választania. Miért? Természetesen vannak érvek és ellenérvek mellette. Én elmondom az érveket, az ellenérvekkel nem igazán kell foglalkozni, mert a két legnagyobb ellenérvet bizony eliminálni fogom, megmondom, hogy miért hülyeség, amit róla terjesztenek. Miért? A telepítése egyszerű, nagyon jó a hardware felismerése. Nyilvánvalóan az általánosan használt hardvereket fel fogja ismerni. Nem kell olyan kérdésre válaszolnod, ami meghaladhatja egy kezdőnek, egy olyan embernek, aki életében nem rakott fel Linuxot, az ismeretét. Persze utána kell olvasni esetleg egy-két dolgoknak, de igazából ez az, amit bedugsz és működni fog a telepítés jó eséllyel, nem lesz gond. Nagy támogatottsága van, sok fórum leírás foglalkozik vele, ez igencsak jó, főleg kezdőnek, mert előfordulhat az, hogy egy-egy disztribúció, hát hogy is mondjam, egy kicsit elitistább, és hamar elzargatják a fórumokról azokat, akik nagyon-nagyon minimális dolgot kérdeznek, nagyon kezdő dolgot kérdeznek, hiszen általában nagyon sokszor sajnálatos módon az a válasz, olvasd el a leírást.
Hát bizony, ezzel egy kezdő nem sok mindent fog tudni kezdeni. Miért? Mert általában a leírásokban hát szakszavak vannak, és nem biztos, hogy ő azt ugyanúgy tudja értelmezni, mint egy haladó. Azaz a Linux Mintnek nagy támogatottsága van. Ami fontos egy kezdőnek, aki áttér Windowsról, hogy a legfrissebb, majdnem a legfrissebb programverziókat adja, és a frissítése egyszerű. Miért fontos az, hogy frissebb, a lehető legfrissebb, illetve a legfrissebbhez közelítő programverziókat kapja? Azért, mert általában az emberek, főleg Windowson megszokták azt, hogy azonnal mindent frissíteni kell, mert azokban rengeteg hiba javítás van. Itt azért Linux alatt nem teljesen így működik, egy egyéves programverzió is ugyanolyan jól fog működni, igazából nagy különbségek nem lesznek, raknak bele újabb dolgokat, de az, hogy mindig a leges-leges legfrissebbre hajt az ember, az nem egy kezdőnek való dolog, hiszen azokban még hibák lehetnek. Itt Linux alatt, hogyha valaki véletlenül Windowsról tért át és ezt hallgatja, elmondom, a verzió frissítések nem feltétlenül azt jelenti, hogy azok kész és azonnal használható verziót adnak, előfordulhatnak benne hibák, hiszen vannak olyan elképzelések, ami nem a Mintnek az elképzelése, hanem mondjuk az Arch Linuxnak az elképzelése, hogy ahogy kijön egy frissítés, azonnal megkapja a felhasználó, ha probléma van, biztos vagyok benne, hogy egy Arch felhasználó meg tudja oldani. Mintnél nem lesz ilyen problémát, azaz itt egy kicsit pörgősebbek sok programnál a frissítések, és ezért van az, hogy például az Ubuntu is, a Mint is, és mondjuk a Manjaro is egy picit a frissítéseket teszteli, azaz gyakorlatilag itt azért tesztágnak hívott dolgok is belekerülhetnek egy ennél gyorsabban frissülő rendszerbe, de ilyen problémád a Mintnél nem lesz, hiszen ők eléggé stabil, nagyon-nagyon stabil verziókat engedélyeznek frissítésre, és le van előtte tesztelve, tehát megnézik a programozók, megnézik a felhasználók azt, hogy ez bizony jó, és csak akkor lesz a te gépedre telepítve, azaz friss programverziókat ad, annélkül, hogy bizony neked problémád lenne egy-egy, hát igazából programhibával, ami elő szokott fordulni. A frissítés egyszerű. Gyakorlatilag azért kell kiemelni ezt, hogy a frissítés egyszerű, mert egy Windows felhasználónak azért úgy általában jönnek a frissítések, és utána a gép frissül, gyorsabban, lassabban, mikor, hogyan, és utána semmi problémája, semmi teendője nincs vele. Hát bizony, ahogy lehet látni egy-két Linuxos videóban, azért a frissítés különböző parancsori parancsokkal, beírogatott dolgokkal működik, hát bizony ez a Linux Minten nem így van, grafikus felületen hamar, sokszor automatikusan megtörténik a frissítés, nem lesz ezzel problémád. Felrak minden telepítéskor, amire általánosságban szükséged lehet, azaz nem lesz olyan problémád, hogy nem tudsz egy levelet megírni, nem tudsz böngészni, nincs szövegszerkesztő, nincs grafikus programod, mert felrakja azokat az általánosan használt célprogramokat, amit érdemes, hát szerintük használni. Nyilvánvalóan ezeket le tudod cserélni, át tudsz váltani másikra, hogyha más kell, de nem lesz olyan problémát, hogy Szent István, nem tudom, hogy Linux alatt hogyan lehet egy képet szerkeszteni, mert fönt lesz egy képszerkesztő program. Megfelelő kínálatot ad, azaz konyhakészre készíti el neked a telepítésedet. És ami nagyon fontos, főleg aki Windowsról jött át, hogy bizony grafikusan állíthatsz mindent, nem kell terminálozni. Ez a legijesztőbb dolog egy kezdőnek, hogy terminálba kell beírogatni különböző parancsokat, és akkor aztán hú, micsoda bonyolult dolog. Nem az, de kezdőnek valóban nagyon kényelmes a mintes, Linux mintes koncepció, hogy amit lehet, grafikus felületen meg tudsz oldani, kis csúszkákkal, kis beírogatásokkal, különböző kapcsolókkal meg fogsz tudni oldani. Természetesen itt is van lehetőség terminál használatára, de nem kötelező. Jól bekonfigurált asztali környezetet kapsz, 3, illetve 4 asztali felületet kapsz, asztali környezetet kapsz, ezek nagyon kényelmesen használható, professzionális, nagyon-nagyon stabil, és hozzáteszem kevés energia, rendszerigényű dolgok, és ezekkel nagyon-nagyon kényelmesen át fogsz tudni térni Windowsról Linuxra.
és be van konfigurálva, azaz be van állítva a főbb paraméterek, nem neked kell telepíteni még hozzá ezt, még itt állítani azt, hanem készen megkapod mit? Hát természetesen az asztalodat, megkapod a start menüt, hiszen Windowsról beszéltünk, szép start menü készült ezekhez, illetve ott van a bar, a panel, amit mindenki használ. Azaz majdnem olyan kényelmi funkciókat kapsz, csak egy kicsit másképp kinézőt, mint amit Windows alatt megszoktál. És ami nagyon fontos, Debian alapú, a Debian az egyik legősibb Linux disztribúció, kiforrott szervereken jellemzően ezt használják, azaz nem egy gagyi cucc, és igazából ez az, ami olyan jó kis alapot ad ahhoz, hogy valaki elinduljon. Tehát Debian alapú rendszert kapsz, és hosszan támogatott verziók is vannak. Egy kicsit ki kell térnem arra, hogy mi az, hogy LTS, hosszan támogatott verzió. A hosszan támogatott verzió jellemzően 4, 5, 10 vagy annál több évig támogatott verzió. Hiába jönnek ki egy-egy új frissítés, egy új verzió, mondjuk 20.1, 20.2, 20.3-as verziója a rendszernek, ők azt mondják, hogy ezt a verziószámot, ezt a rendszert 5 évig támogatom, nem kell rendszert frissíteni. Nem a program frissítésekről beszélünk, hanem az egész-egész rendszerednek a felfrissítéséről. Ez nyilvánvalóan egy összetettebb folyamat, hogy egy rendszert frissítsél, nem szokott vele különösebb gond lenni, de előfordulhat, hogy nem kezdőknek való egy-egy upgrade-elése az egész rendszernek, azaz gyakorlatilag 5 évig, 4 évig, attól függ, mikor lépsz be abba a körbe, hogy az LTS-t felteszed, támogatott lesz, nem lesz vele problémát. És aki 4 év alatt nem jut el odáig, hogy bizony egy rendszer frissítést, egy komoly disztribúció frissítést meg tudjon csinálni, mondjuk 4 év, 5 év használat után, annak nem biztos, hogy való a Linux rendszer. Azaz nem lesz ezzel neked problémád. Igen, ami tévhit, ezt a tévhitet szeretném eloszlatni, mert ahányszor ajánlja valaki a Linux mintet, biztos, hogy lesz egy olyan ember, aki fölveti, hogy ez csak kezdőknek való, ez gagyi rendszer, jaj, a kezdőknek való, kezdőbarát, felhasználóbarát, és nem komoly rendszer, ez baromság. Kimerem mondani, hiszen én használtam Linux mintet, és szerettem a Linux mintet, ez nem csak kezdőknek való. Nem fog gondot okozni a mélyebb megismerése a Linuxnak, mert nincs ez lebutítva, hogy kezdőnek való és buta lesz, és kihagyunk belőle egy csomó komoly dolgot, de hogy ez egy kész, komplett, professzionális rendszer, amelyben nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ez kezdőknek is telepíthető és használható legyen. És hogyha valaki tovább akar lépni, nem ütközik bele semmi olyan dologba, ami megakadályozza azt, hogy a lehető legmélyebb ismereteket a Linuxról összeszedjen. Hiszen, ahogy említettem, a alapja a Debian, a Debianra épül az Ubuntu, és az Ubuntu az alapja természetesen a Linux mintnek, így van a családfája, akkor bizony, hát hogyha legismertebb szervereken fölrakott az alap, a Debian, akkor nyilvánvalóan a Linux mint is ugyanazokat a szolgáltatásokat, ugyanazokat a rendszereket ugyanúgy nyújtja, mint hogyha egy netto Debiant raktál volna fel, és kényelmesebben, és előre konfiguráltan, és nagyon szépen fogja ezt megtenni, annélkül, hogy bizony lebutított rendszert kapnál. Sokan ezért tartanak ezektől, akár az Ubuntu-tól, akár a Fedorától, akár pedig a Linux Mint-től, hogy bizony ez le van butítva, és nem az alapoktól kezdve tudja ő majd megtanulni, de igen, csak először kapsz egy kész rendszert, amivel el tudsz indulni. Ha kisebb, de nagyon kezes rendszer kell, mert esetleg azt mondod, hogy jó, nagyon szép ez a Linux Mint, de te valahogy úgy ellenérzésed van, akkor mit tudok én neked ajánlani? A nagy kedvencemet, amit nagyon sokáig használtam, ez nálam másfél év, ami gyakorlatilag nekem egy rendszernél nagyon hosszú, mert szeretek váltogatni, szeretek mást is megismerni, az MX Linux. Keres rá az interneten,
és nézd meg, hogy mi az, hogy a MX Linux, és tudd, hogy ez bizony egy nagyon jól összerakott, de egy kicsit szikárabb rendszer, picit más elgondolásokból indul ki, lényegesen közelebb van a Debian koncepcióhoz, de ennek ellenére egy egyszerűen telepíthető, gyors rendszert fogsz kapni. Ez kisebb rendszer, kevesebb asztali felületet fog adni, és gyakorlatilag igazából egy más elgondolás szerint épül fel. A Debian alap miatt atomstabil. Megmondom őszintén, nézd meg az utolsó szót, unalmas. Mit jelent az, hogy unalmas? Legalábbis az én szóhasználatomban, amikor egy Linux rendszerről beszélek. Megmondom, fölraktam, időnként hetente, két hetente frissítés gombot megnyomtam, és utána ennyi. Nem történik azon a rendszeren semmi, nem állt meg, nem fagyott le, nem volt benne bug, nem volt semmi. Maga az elgondolás az, hogy bizony ők nagyon megnézik azokat a programokat, amiket engedélyeznek, mármint telepítése, mármint frissítése, és így bizony nincs bent hiba. Alig-alig volt olyan picike kis állítanivalom, természetesen azon kívül, ami megszokott dolog, amit nekem azon meg kellett tenni, atomstabil és uncsi. Frissít, nem történik semmi felfrissítésen kívül, nincs olyan, hogy valami probléma, nem kérdez hülyeségeket, nem csinál semmit, csak megcsinálja, amire készült. Nagyon-nagyon letisztult, szép felülettel érkezik, az XFCE felülettel, pár kiegészítéssel, nagyon megtetszett. Nekem egyébként nagyon gyors, nagyon stabil, nagyon kényelmesen használható. És mivel Debiannál el kell mondani azt, hogy a Debian viszonylag régebbi csomagokat használ, így bizony, hát ők is kitalálták azt, ismerve az újonc felhasználókat, meg a többieket is, bizony egy kicsit frissebb programokat is belerak, saját tárolójukon keresztül elérhető egy backport, tehát olyan programok, amiket hát ők portoltak át, és egy kicsit frissebb, meg van egy teszt repójuk, teszt águk is, amiben a teszt programokat lehet használni. Abban az esetben, hogyha te a normál tárolóikat használod, és egy-két dolgot még fölrakosgatsz hozzá, nem lesz gondod a stabilitással, általában nem is szokott lenni egyébként Debian alapon stabilitás gondok, amíg ezt a rendszert használod, igazából kényelmesen, különböző probléma, akadály, zökkenő nélkül tudod használni. Azaz, kicsit frissebbek, mint a Debian programok, de megkapod a Debian feelinget, azt, hogy bizony az atomstabil, és hát bizony nagyon-nagyon elterjedt rendszer. Ha mondjuk a Minten vagy a MX Linuxon megszerzed az alapismereteket, bármely Debian alapú rendszernél jó eséllyel azt a tudást használni tudod. Ha mindegyik Debian, hiszen két Debian rendszert ajánlottam, akkor miért nem Debian rendszert ajánlok, és miért nem mondom azt, hogy menj már fel a Debian honlapjára, töltsd le a telepítő médiát, írd ki, azt tedd föl. Azért, mert ott nem kapsz előre bekonfigurált, beállított környezetet. Nagyon nagy halmaza van a Debiannak, olyan területen, hogy azt az ablakkezelőt, azt a felületet, azt az asztalkezelőt rakod fel, ami neked tetszik. Tehát van vagy 30-40 ilyen asztalkezelő, ablakkezelő, amit fel tudsz rakni a Debian alatt. De nincs beállítva. Egyrészt, hogyha már egy kicsit haladó vagy, felteszed az MX Linuxot, vagy a Mintet, és utána megnézed, mit kapsz a dobozból, tehát telepítés után, és utána feltelepítesz egy Debiant, legyen a példa XFCE, az előzőekben szép, belakott, konyhakész rendszert kapsz, majd utána felrakod ugyanezt a Debian alapból, hát bizony csak a szikár alapokat fogja felrakni, nincs bekonfigurálva úgy, hogy szépen nézzen ki, nem úgy működnek a dolgok benne, ahogy megszoktad, hiszen a konfigurációt neked kellene megtenni, ha nem értesz hozzá, egy Debian bekonfigurálása csak kínlódás lesz. Hozzáteszem, akár a Linux Mintrez, akár a Linux Minthez, akár az MX Linuxhoz nyugodtan használhatod a Debian leírásokat, jó eséllyel ezek működni fognak, de nyilvánvalóan egy telepítésnél, mondjuk egy Debian vagy egy Arch telepítésnél
nem azzal szeretnéd tölteni az életed egy részét, a Linuxos életed elején, hogy bizony ezermillió leírást olvasol, te konyhakészet szeretsz, amit beindítasz, működik, majd azután, hogyha kell, igazgatsz rajta. Itt bizony a Debianán nem feltétlenül kapod meg ezt az élményt. Ami nagyon nagy hátránya, nagyon nagy előnye a Debian stabil ágnak, a stabil ágnak, hogy régebbi programverziókat tartalmaz. Már említettem, ez problémás lehet egy kezdőnek, mert hogyha meglátja, hogy 2 éves, 1 éves programverziókat kap, akkor ő rögtön elkezd valamit mókolni, killódni, variálni, hogy annél frissebb kell neki. Hogy miért, az esetleg még meg se tudja magyarázni, de hát azt mondja, hogy ez egy poros, ócska verzió. Nem, ez általában nem így működik, de gyakorlatilag elkezdi variálni a dolgokat, innen letölt, onnan letölt, ezt telepít, azt telepít, és utána olyan katyvasz lesz a Linux rendszere, egy disztribúció, egy gömb. Képzeljétek el egy gömbnek, aminek gömb alaknak kell lenni. Hogyha te itt benyomod a gömböt, ott kihúzod a gömböt, itt levágsz belőle, ott hozzáteszel, akkor már nem gömb alakú lesz, és nem egy egységet fog alkotni, amit a disztribútorok kigondoltak, elgondoltak, leteszteltek. Azaz nagyon nagy a veszélye egy régebbi, egy stabil ágú Debiannál, hogy 1-2 hónapon belül le fog fagyni, mert belenyúkálsz össze-vissza újabb programokat, újabb könyvtárakat, újabb ezeket, próbálkozol bele erőszakolni, ami nem mindig megy, általában egy ideig megy, de utána már nem, akkor bizony tönkreteszed a Debiant. A Debiannak megvan ez az előnye, hogy a stabilág régebbi programokat használ, de azok 101%, hogy működnek. De nem nagyon tolerálja azt, hogy kezdők, hozzá nem értők, inkább így mondom, elkezdjenek ebbe turkálni. Mikor legyen Debian? Akkor, hogyha magasabb szintű tudásod már megvan. Nyilván akkor nem ezt a videót nézed, hanem fölteszel egy olyan disztribúciót, ami neked tetszik. Ez akkor neked való, ha van időd és kedved tanulni, még akkor is, ha kezdő vagy. Elolvasod a leírásokat, nem fog gondot jelezni. A másik, ha komolyan gondolod és szeretsz ezzel foglalkozni. A Linux mintet felteszed, pár dolgot megnézel rajta, már használni tudod. Nem is igazán kell azzal alapszinten foglalkoznod, megismerned, elmélyedned, de egy Debian telepítés után azért a rendszerbe ide-oda bele kell nyúkálni, ide-oda bele kell telepíteni dolgokat, ezt azt fel kell rakosgatni, és valljuk be, egy alap Debian telepítésnél, akárhogy nézzük, azért elvárt a terminálos munka. Azaz, nézzük is meg azt, ami számunkra az egyik legfontosabb dolog, micsoda a Linux Mint honlapja. Ahogy lehet látni, egy kulturált honlapot kapsz, egy kicsit belelapozgatunk, itt van az agitációs szöveg, hogy ő bizony termelékeny, grafikus, multimédia, játékok, nem magyar lesz a kírás, angol, de be van kapcsolva a fordító kis kapcsolat, és lehet látni, hogy nagyon szépen leírja azokat a dolgokat, ami fontos szerintük. Én nem emelek ki semmi egyebet, hanem csak ezt. OOTB, out of the box, tehát a boxból, azaz a dobozból kiveszed, és már működik. Nem magadnak kell összeállítani a rendszeredet, hanem működik. Nézzük is meg, hogy a letöltésnél mit ír ki. Van egy új verzió, mindig van egy legfrissebb verzió, amihez oda van írva, hogy bizony ő az ajánlott. Nem kellene neked más csinálni, csak az ajánlott verziót felrakni. De van más is, az LMD-je. 4. Ez nem az Ubuntu-nak a megfelelő verziójára épül közvetlenül, hanem kihagyja az Ubuntu-t a Debian Ubuntu mint vonalból, és az alapokhoz fog menni a Debianhoz, és arra épülő csomagrendszert fogod megkapni. Erre nagyon-nagyon figyelj, hogy ez egy kicsit más, de véleményem szerint ezt is érdemes kipróbálni. Nézzük még az összes verziót, amit ők adnak. A 20.2-es az, ami most van, természetesen kikapcsolom a fordítót, melyik nem kell. A Cinnamon, ez egy nagyon szép rendszer. A Mate, nagyon szép rendszer. Szívem csücske, az XFCE, ezt is érdemes kipróbálni.
Ez egy kicsit szikárabb, egyszerűbb rendszer, de gyakorlatilag az összes olyan funkciót megtalálod benne, amit mondjuk Windows alatt megszoktál, mármint az ablakok megjelenítése, a start menü meg a panel. Ezeket meg fogod találni benne, nagyon kényelmes, nagyon jó. Eldöntöd, hogy melyik tetszik neked. A Cinnamon nagyon jó, Mate, nagyon jó, XFCE, nagyon jó. Amire érdemes figyelni, hosszú távú támogatottsága LTS verzió ez, áprilisba fog lejárni. 2025-ben, 21. szeptember, október, amikor készült ez a videó, gyakorlatilag, és hát igazából ez 4 év. Jó, egy kicsit több, mint 4 év, de 4 év. Igaz? Idáig nem lesz neked olyan, hogy verzióváltással kényszerülsz. Azaz, ez támogatott verzió lesz, és odáig csak a frissítés gombra fogsz nyomni, és utána felfrissül. Maga rendszerfrissítés nem egy vészes dolog, de kezdőknek lehet vele problémájuk, pár parancsot kell beírni, illetve sokszor van úgy, amit én nem szerettem, még akkor se, amikor a Linux mintet használtam, grafikus rendszer frissítést, inkább a program frissítést szoktam grafikusan akkoriban megcsinálni. Ahogy lehet látni, elég hosszan támogatott dolog lesz, nem lesz ezzel gondot. Azaz mindenkinek azt ajánlom, gondolja át. Tudom én, hogy rengeteg Linux disztribúciót ajánlanak. Ha valaki haladó, nyilvánvalóan nagyobb a választéka, hogy mihez érthet, de egy kezdőnek biztos vagyok benne 99%-ig, hogy a legjobb választás a Linux Mint, ha éppen nem a Linux Mintet akarja, mert olvasott róla ezt, meg azt, meg amazt, meg nem szimpi neki, akkor természetesen a másik, az alternatív verzió egy kicsit kisebb, de hasonlóképpen komoly elvekre alapuló Debian alapra rakott az MX Linux, ami hasonlóképpen kényelmes és szépen használható. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem segítettem mindenkinek abba, hogy ki tudja választani számára a legegyszerűbben telepíthető, legjobban használható, legjobban felhasználó barát rendszert, a Linux Mintet, hiszen az kifejezetten olyan, ami ezt a célközönséget célozza meg, telepítés és a komfort fokozatban, és utána nem lesz ezzel gondotok. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!